Tisztázzunk egy dolgot. Az Újhelyi Sándor létrehozott egy nevet, egy Facebook csoportot. A Facebook csoportot, mikor voltak 20-an, akkor ő kijött, kihozott 3 szendvicset, mosolygott a kamerákba, és elment. Mikor jött 60 ember, akkor kijött, csak nézelődött. Mikor 120 ember volt, és állították elő a 120 embert, akkor ő beszállt a kocsiba, és eltűnt. Elment. És én maradtam ott, én hozzám jött az Index, a Hír TV, az Echo TV-től kezdve mindenki, és kérdezték, hogy hát mi van? Én meg elmondtam. És akkor így vált ez az egész, hogy a Migration-nek az Migration ott. És baba. Igen. Értem. De ez csak egy név volt. És amikor ugye egyre többen kezdtek lenni, akkor az Újhelyi Sándor megjelent, amikor látott benne reációt. Uh-huh. Ugye nagyon sokat vádoltak a médiába azzal, hogy nagyon sok készpénz adomány érkezett, és nagyon sok tárgyi adomány érkezett. Rendben van, igen. Érkezett készpénz adomány is. És volt egy letéti számla, amit ugye a Migration Aid, az csak egy Facebook csoport volt. Uh-huh. Ő neki nem volt letéti számlája. Volt egy számlaszám, ez egy gyógyszertárnak volt a számlaszáma, amire, amikor már 2000-en voltak és felfigyelt a világ, beérkezett több 10 millió forint. A több 10 millió forintból mi egy gyufaszálat nem láttunk. De hónapokon keresztül az én újságcikkemmel, a Forbes magazinos képemmel koldultak nemzetközi alapítványoknál. Na, Zsohár Zsuzsanna ugye a szóvivője a Migration Aid-nek. Aki a romantikusan kiszállt a férje, vagyis ez a párja a hajóból, és ők ottan találkoztak, egy szírfiú. És szisztematikusan szépen, hogy megszűnt a keleti, kiürítették, mert ők ott nem csináltak semmit. Én voltam a bejáráson, a keletinél, a nyugatinál, a déli pályaudvarnál, mindenhol. Mi 2 napon keresztül folyt a tanácskozás arról, hogy mit tudunk hogy kialakítani, hogy minél kényelmesebb legyen. És mikor mi megkaptuk a raktárakat lent, amit szintén én vettem át az én aláírásommal, én adtam vissza az én aláírásommal, egyik éjszakáról másnap virradóra kikerültek a Migration Aid-nek a matricái az ablakra. És ugye elkezdett Zsohár Zsuzsanna interjúkat adni. És amikor kiadták az elszámolást, és az M1-en lementek ezek a elszámolások, hogy 1,5 millió forintot költöttek postaköltségre, akkor én fölhívtam az Újhelyi Sándort, és megkérdeztem, hogy magyarázza meg nekem, hogy Kabulba adta föl elefántot 1,5 millióért, mert nem volt postaköltség, nem töltötték a telefonjainkat.